Június 11-e kedd. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus a mai evangéliumban. Nagyon fontos két dologra odafigyelnünk. Az egyik, Jézus jelen időben mondja a kijelentését. Nem azt mondja, hogy ti lesztek, vagy ti voltatok, hanem most vagytok a föld sója és a világ világossága. Mindenki, aki őt követi, őt hallgatja már most a föld sója és a világ világossága. A másik dolog, akár a só, akár a világosság nagyon fontos az ember életében. Ha nincs só, az étel ízetlenné válik. Nem áll el, gyorsan megromlik. Ha nincs világosság, nincs fény, akkor nincs élet. A növények és utána az állatok elpusztulnak. Ezért fontos, hogy az ő követői legyenek a földnek a sója és a világnak a világossága. Életet kell adnunk másoknak. Jézus az élet, őt kell továbbítanunk az embereknek, hogy életük legyen. Éljünk és legyünk a föld sója és a világ világossága minden nap.